Sziasztok! Ebben a részben a muskátlikról lesz szó. Ők már meccés előtt vannak, tehát most fogom majd őket nem sokára bevinni. Ezek itt mind angol muskátlik. Nekem egy picit jobban tetszik a virága, mint a sima muskátlinak, bár a között is vannak ugye gyönyörűek. Kettő között egyébként csak annyi a különbség, hogy a sima muskátli, ő elviseli a tűző napon való létet is. Szeretik a sok vizet nyáron. Szoktam minden nap locsolni őket, az angol muskátli is ugyanez ebből a szempontból. Viszont az angol és a másik tehát a sima muskátli között az a különbség, hogy az angol muskátli jobban szereti az árnyékot. Tehát ilyen, hát ilyen egy-két órát van, amit itt is ér nekem a nap, de igazából a felsőeket szinte egyáltalán nem. Az angol muskátli valamiért jobban szereti az árnyékot, egy picit hűvösebbet. Kint szoktam télen egész akára majdnem 0 fokig kint szoktam őket hagyni, és nyugodtan el vannak itt, és ilyenkor ősszel szépen megmetszem. A metszésről már van egy videóm, egy tavalyi videó, az lényegében semmit nem változik, ugye évről évre, tehát ugyanúgy kell őket metszeni. És akkor télen pedig úgy teleltetem őket, mint a leándereket, ilyen 0-tól 10 fokig, akár maximum 10 fokig, és akkor szépen esetleg még tavasszal, mielőtt kihozom, akkor esetleg egy ilyen kis alakító meccést csinálhatok rajta, illetve szoktam rajta csinálni, de egyébként semmilyen más különleges kezelés nem igényelnek, évente ugye azért őket is érdemes átültetni, én trágyázni tehéntrágyával szoktam, érett, bocsánat, marhatrágyával, ugyanaz, mindegy, és élesztővel tápozok ugyanúgy, ahogy minden más növényemet, ők is élesztőt kapnak, és mint említettem, most még egész szépek, igazából zöldek, de ettől függetlenül egy pár napon belül majd viszem be őket, és akkor kerülnek majd meccésre.